Füstmérgezésbe halt bele három horgász az Alaszentmihályi horgásztónál, egyikük egy 18 éves fiú volt. Éjszakára egy kis kályhába raktak tüzet, és elaludtak, valószínűleg a rossz szellőzés okozta a tragédiát. Egy szolgálaton kívüli tűzoltó bukkant rá a három holttestre. Ebben a tóparti faházban találtak rá a három holttestre vasárnap délután. A hozzátartozók többször keresték a horgászokat telefonon, de egyik férfi sem reagált a hívásokra. Az egyik szomszéd tanyára érkező horgásznak lett gyanús, hogy a kunyhóban valami nincs rendben. Egy hivatásos tűzoltó jött horgászni a mólóra, ami itt van 30 méter áttől a háztól, és folyamatosan csörögtek a telefonok. Gyanúsnak tűnt neki a dolog, és igazából átment megnézni, hogy mi van. De ő már csak azt tudta megállapítani, értesíteni tudta a hatóságokat, meg azt, hogy meghaltak a horgászok. Hiába érkeztek hamar a mentők, életjelet egyik férfinél sem észleltek, már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A helyiek szerint szénmonoxid mérgezés lehetett a halál oka. Azt beszélik, a horgászok egy kis fatüzelésű kályhába gyújtottak be késő este, azonban a szerkezetnek annyira rossz volt a húzata, hogy a szél visszafújhatta a szénmonoxidot és megfulladtak. Feltételezhetően álmukban érte őket a halál. Kerestük a mentőket és a rendőrséget is, de egyik szervezet sem kívánt nyilatkozni az üggyel kapcsolatban. Annyit viszont sikerült kiderítenünk a rendőrségtől, hogy az ügyet közigazgatási eljárás keretein belül vizsgálják. A szakember szerint nagyon fontos a fűtési szezon kezdetekor, hogy beszerezzük a szénmonoxid riasztót, mert például ebben az esetben is életet menthetett volna a szerkezet. A tüzeseteknek a jelentős része, vagy nagyobb része akár este akkor következik be, amikor éppen a család otthon alszik. És ezt nem fogják észlelni, csak abban az esetben, hogyha van egy ilyen berendezés, amely gyakorlatilag a füst megjelenését követően, vagy amikor megjelenik, egy percen belül jelez. Ekkor még el tudják hagyni az épületet. Erre számos eset is volt, hogy ahol volt füstérzékelő, ott halálos eset nem következett be. A horgászegyesület elnöke szerint új szabályozásra van szükség, miszerint még a héten meg fogják tiltani a hasonló kályhák használatát a tóparti kunyhókban, amelynek építési engedélyénél egyébként nem szerepelt a fűtés kialakítása.